Azt gondolom, hogy felháborító és megengedhetetlen, hogy a TASZ azokat az ásotthalmi mezőröket támadja, akik a migránsokkal szemben fellépnek. Csak hogy tisztázzuk, hogy miről is van szó. Az ásotthalmi mezőrök a tisztességes, becsületes ásotthalmi emberek értékeit és életét védik a határkerítésen illegálisan betörő, átmászó, átjutó migránsokkal szemben. És a TASZ ezért támadja őket. Sajnos azt kell mondanunk, hogy a TASZ-nak nem az első olyan jellegű tevékenysége ez, ahol egyébként a rend helyett a rendetlenség, az építők helyett a rombolók oldalára áll. Tudjuk azt, hogy eljárást kezdeményeztek a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetője ellen, illetve évekkel ezelőtt már felhívtam a figyelmet, hogy több olyan önkormányzatai rendeletét is támadták, amely véleményem szerint egyértelműen a rendért és az igénytelen életmód felszámolásáért született. Ilyen volt például Miskolcnak az a rendelete, amely arról szólt, hogy az kaphat lakhatási támogatást, ahol az egy főre eső terület legalább 6 négyzetméter a lakásban. Nyilván ennek a rendeletnek az volt a lényege, hogy ne lehessen 4-5-6 gyermeket egy fáskamrában nevelni. Fel kell tennünk a kérdést a magyar kormánynak, hogy meddig hagyja a TASZ-nak a tevékenységét Magyarországon. A Mi Hazánk Mozgalom álláspontja egyértelmű a kérdésben. Egy magát nemzetinek nevező kormánynak kötelessége kiállni azon rendvédelmi szervek mellett, akik a magyar emberek életét, értékeit védik. Legyen ez mezőőrség, rendészet, polgárőrök vagy a rendőrség. Április 3-a után a parlamentbe jutva a Mi Hazánk Mozgalom törvénymódosítást fog kezdeményezni annak érdekében, hogy a TASZ megszüntetésre kerüljön.